Lenkeiné Teleki Mária szolgált kórházlelkészként a Baranyai Egyház megyében, segédlelkészként Szigetváron, illetve egy 8 településes társ egyház községben. 2001-ben érkezett férjével Lenkei István lelkésszel a paksi gyülekezetbe, ahol immár két lelkészi állást is ki tudnak állítani, így október 6-án Máriát is beiktatták lelkészi tisztébe. Nagyon szeretek itt lakni, nagyon szeretem ezt a gyülekezetet, nagyon szeretem a várost. Mondtam az Isten tiszteleten, hogy minden lelkész ilyen gyülekezetről álmodik, amilyet én kaptam Istentől, ahol tényleg megélhetjük a krisztusi szeretetnek minden magasságát és minden dimenzióját, és ami még nagy-nagy ajándék, amit szintén elmondtam, hogy ebben a közösségben tényleg együtt járjuk a magasságokat, együtt járjuk a mélységeket, és ez nagyon nagy ajándék. Az ünnepélyes lelkipásztori beiktatáson Peterdi Dániel, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője, püspök helyettes hirdetett igét, a beiktatás szolgálatát Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese végezte. Ahogy ezt Peterdi Dániel elmondta, a lelkipásztor továbbra is viszi a megkezdett szolgálatot, de új feladatok is várhatják. Egy missziós lelkész is került a gyülekezetükbe, és hát építik a gyülekezetet, mert az arról szól, hogy nem csak az épületeket kell karban tartani, hanem emberekkel kell megtölteni azokat az épületeket, és minél több ember szólítja meg a gyülekezet tagjait, talán különböző hangokra, stílusokra, emberi megszólalásra jobban odafigyel más-más ember. A magyar közmondás is azt mondja, hogy kinek a papné. Ebben benne van az, hogy ki hogyan szólítja meg, arra jobban odafigyelnek az emberek, és ha több lelkészt tudunk tartani egy helyen, akkor az több ember elérését is sejteti előre. Peterdi Dániel újságírói kérdése azt is elmondta, hogy 4 teológiájukat Debrecenben, Sárospatakon, Budapesten és Pápán sok fiatal választja, nincsen lelkész hiány. A teológiákon viszont egyre inkább előtérbe kerül a gyülekezeti lelkészképzés mellett a speciális ráképzés, mert egyházjogászokra, börtönlelkészekre, kórházlelkészekre, katonai lelkészekre is szükség van. Lenkeiné Teleki Mária beiktatásáról bővebben beszámolunk Vallási Magazinunk októberi adásában.